Szolnokon csak úgy, mint a legtöbb magyarországi városban, távfűtéses vezetéken keresztül történik a hőenergia szolgáltatás, melyet legtöbb esetben a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével nyernek. Ezzel azonban rengeteg szennyező anyag jut a levegőbe, erősítve az üvegházhatást és a globális felmelegedést. Emiatt is fokozódik a távfűtés energetikai jelentősége és az alternatív energiaforrások alkalmazásának figyelembevétele. Nálunk van termálvíz, és egyébként a napsütéses órák száma 3000 körül van, tehát egészen biztos, hogy vannak lehetőségei. Aztán az ember, hogy telt az idő, rájött arra, hogy szerte a világban, ahová ellátogattunk különféle kapcsolataink révén, a lehetőségeit a megújuló energiának sokkal többet és jobban használják, mint mi. Az alternatív lehetőségek közül a biomassa, a geotermikus energia vagy a hulladékhő felhasználás támogatásával nem csak a biztonságos energiaellátásról lehet gondoskodni, hanem csökkenteni lehet a környezet terhelését is. A Terre projekt célja helyi és nemzetközi szinten a megújuló energiaforrások társadalmi, környezeti és gazdasági hatásának vizsgálata, illetve a jövőbeni fejlesztési lehetőségek népszerűsítése. Nem csak a megújuló helyi, a helyileg található és a helyileg tartósan felhasználható energiaforrásoknak a kiaknázását kéri és vizsgálja, hanem az adott terület környezeti épségének megóvására is komoly hangsúlyt fektet. Komoly hangsúlyt fektet azért, mert szándéka szerint olyan komplex tervek megvalósítását szeretné letenni az asztalra minden projektpartner részéről, amelyek figyelembe veszik a környezet megóvását, értékeinket, kulturális értékeinket, örökségünket, természeti szépségeinket és az adott területen élők akaratát. A megyeszékhely és térségének távfűtési rendszerét, földrajzi és mezőgazdasági adottságait tekintve elsősorban a fásszárú biomassa felhasználásával lehet megoldani, hangzott el a konferencián. A zöld távfűtés jövőbeni kialakításához biomassa kazánokra van szükség és egy kiépített rendszerre. A nyersanyagot a környékbéli erdőgazdaságok fafeldolgozással és erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások tudnák biztosítani. Szolnokon a zöld távfűtés bevezetésével megszűnne a földgázfüggőség, csökkenne a károsanyag kibocsátás, környezetbarátabbá, hatékonyabbá és gazdaságosabbá válna a távfűtés biztosítása.